Átadták a Csúri Sándor program idei támogatotjainak járó okleveleket a Tímárházban. A projekt célja, hogy a népi kultúra területén közösségteremtő műfajokban működő szervezeteket és közösségeket támogassanak. Az elismeréseket PúSánné Rácz Anna Mária, a felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkártól vehette át a Demki és a Józsai Vászonhímzők Egyesülete. Zenés felvonulással ébresztették a Veselényi lakótelepieket júniusban a Népművészeti Utcafesztivál Fesztivál résztvevői. A Demki program sorozata ezzel az újfajta seregszemlével hozta közelebb az érdeklődőkhöz a hagyományőrzést. A témárházban mesterségbemutatókat is tartottak. Az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekért az idei Csúri Sándor program egyik oklevelét a Demki vehette át. Olyan arhaikus, olyan tradicionális értékeket szeretnénk közvetíteni, amelyet máshol nem kapnak meg, és az, azok az események, vásárok népművészeti, mesterség bemutatók pontosan ilyen cél szolgálnak hogy az a réteg közönség ide találjon. A Józsai Vászon Hímzők Egyesülete 2020-ban alakult, jelenleg 15 főt számlálnak. Céljuk a hímző kultúra továbbépítése és a gyerekek tanítása. Ők is átvehették ma a támogató oklevelet. Igazából ö, nagyon jó nyugtató hatása van. A kézügyességet retentően fejleszti, de ahhoz, hogy az a hímzés olyan gyönyörű is legyen, ahhoz nagyon sokat kell gyakorolni. És amikor egy-egy ruhadarabra hímezünk, előtte a mintát egy kisebb darab anyagra mindig lehímezzük. A Csúri Sándor program célja, hogy a nemzeti, nemzetiségi hagyományok átörökítésében élenjáró szervezeteket támogassa munkájukban. Pósánné Rácz Anna Mária fel a és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a Debreceni egyetemen mintegy 130 országból vannak jelen diákok a civis városban, akik a hagyományőrző eseményeink élményeit saját hazájukba elvihetik. Idén több mint 2000 pályázat érkezett be a Csóri Sándor programba, amelynek több, hát majdnem 90%-át tudta támogatni a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Ennek nagy része a együttesetnek a támogatása, és a közöttük szétosztott összeg eléri a 2,5 milliárd forintot. Hajdúbihar vármegyében 81 szervezet, művészeti csoport kapott támogatást.